A tavalyi évben országszerte megszavazták tilos az avarégetés és a kerti hulladék égetése, ennek célja pedig a levegő minőségének javítása. Azonban egy decemberi rendelet szerint az országgyűlés kimondta, amíg a veszélyhelyzet fennáll, az önkormányzatok dönthetnek arról, engedélyezik az avar és zöld hulladék égetését. A kerti munkálatok elvégzése előtt is szükséges a tájékozódás a helyben hatályos rendeletekről, hiszen eltérő szabályok vonatkoznak megyén belül is. Míg Salgó engedélyezett, egyes településeken tiltott az avarégetés. A helyi rendelet meghatározza, hogy csak növényfertőzés esetén teszi lehetővé az ilyen típusú égetést. Erre tavasszal az áprilisi hónapban van lehetőség 8 és 18 óra között, de kiemeli, ha lehetséges komposztálással vagy elszállítással kell ezt megoldani. Akinél szükséges, a végéjű hulladékszállító járművei évente több alkalommal is házhoz mennek, hogy begyűjtsék a nagy mennyiségű zöld hulladékot, mi több, egy tonna mennyiségig ezt ingyenesen teszik. Egyes városokban, falvakban tehát tilos, Átmeneti rendeletet hoztak, vagy a régi rendelet maradt érvényben.